Azonnali béremelést követelnek a közszférában dolgozók, jelentették ki egybehangzóan a csütörtöki közszolgálati sztrájk szónokai. Az országos munkabeszüntetést a főváros 15. kerületének önkormányzatánál indította el a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. Követeléseiket 12 pontba foglalták. A sztrájkolók egyike, a rákospalotai Szilvási Anna azt magyarázta, hogy miért fontos a közszférában dolgozóknak, hogy az illetményalapot a kormány emelje. Nálunk ugyan megemelték az illetményalapot, de attól függünk, hogy a testület hogyan dönt. Ha a kormány emelné meg az illetményalapot, akkor nem kellene senkinek sem arra várnia, hogy a testület vajon hoz döntést, vagy nem hoz döntést, és kedvezőt vagy sem. A szakszervezetek számítása szerint az új munkafeltételekkel évente egy hónappal dolgoznak többet, 12 havi bérért a hivatalnokok. Boros Péterné az MKKS elnöke. Az önkormányzati köztisztviselőknek 11 év után nagyon alacsony a keresete, az emeléssel együtt is. Nem jó az, hogy 37 év szolgálat után valaki 120 ezer nettó forintot visz haza. Klaus Heger, a Független Szakszervezetek Európai Szövetségének vezetője szerint is túl keveset keresnek a magyar közszféra munkavállalói, ráadásul jogaikat is megnyírbálták. Emlékeztet, hogy Németországban is küzdeniük kellett a hivatalnokoknak, hogy megbecsüljék munkájukat. A köztisztviselők csütörtöki országos sztrájkjához 7500-an csatlakoztak. Május 1-ére hangos felvonulást szervez az MKKS, hogy a dolgozók együtt fejezzék ki elégedetlenségüket.